Sajnos ezen a csatornán is kénytelen vagyok politikával és politikusokkal foglalkozni, mert a politika csinálók sajnos késztetést éreznek arra, hogy nap mint nap megszólítsák a futballszurkolókat. Magamról annyit mondanék el, hogy most már 40 éve járok mérkőzésekre, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és annyi tapasztalatot magamra szedtem, hogy a futballszurkolók nem csak egy fogatlan, kötözködő, verekedő társaság, hanem vannak közöttünk tanárok, esetleg professzorok, diákok, és bizony előfordulnak még anyukák is. Ezt a kis videó részletet utólag veszem föl, mert a magam bemutatásakor elfelejtettem elmondani, hogy két nyelvet beszélek a magyaron kívül. Otthonosan érzem magam akár az egyetemi előadóban, akár a judo tatamin, akár a diplomáciai testületnél, ahol magukról megfeledkezett, sokszor, illetve legtöbbször felelősséget nem vállaló politikusok személyvédelméről kellett gondoskodnom, illetve hogy az autójukba ne kerüljön bele olyan dolog, ami egy kis pukkanást okozhat. Tehát innentől kezdve, kedves politikusaink, soha nem tudhatjátok, hogy ki vigyáz az életetekre, ki az, akit pocskondiáztok. Ki az, aki az életével felel azért, hogy te továbbra is felelőtlenségeket és baromságokat hordhassál össze. Én egy vagyok az egyszerű futballszurkolók közül, tehát nem vagyok huligán, nem vagyok ultra, de azt gondolom, hogy a sok ilyen szürke, névtelen szurkolóval közösséget vállalva elmondhatom, hogy tudomásul vesszük azt, hogy mindenki más-más értéket képvisel. Tehát el lehet mondani, hogy a futballszurkolók nem egy adott politikai irányt követnek, hanem az alatt a 90 perc alatt, amíg a mérkőzésen a stadionban kint vannak, politikától és beállítottságtól teljesen függetlenül egyazon klub színeiért szurkolnak azért, hogy megkapják azt a közösségi élményt, amit a civil normál életben esetleg nem kaphatnak meg, amikor több száz vagy több ezer ember egyszerre örül, egyszerre szomorkodik, egyszerre érzi azt a dicsőséget, amit a klub megszerez neki. Tudomásul veszem azt, még ha sokszor nem is tudom elfogadni, hogy a politikusokkal szemben mi más-más értékeket képviselünk. Nekem az európai értékek teljesen mást jelentenek, mint a politika egyik, illetve másik képviselőjének. Viszont azt el tudom mondani, hogy azért, mert engem bizonyos dolgok érdekelnek, azért nem akarok óvodákba bevonulni, nem akarom a gyerekeket rávenni arra, hogy csak az én csapatomnak szurkoljanak, hanem elfogadom, hogy mindenkinek más-más az ízlése, és más-más jelent neki az, amit értékként tudunk elfogadni. Azt is el tudom mondani, hogy minden futballszurkoló, hogyha valamit vét a törvény ellen, vagy a szabályok ellen, akkor bizony azt a penitenciát el kell, hogy fogadja, és általában vállalja is a felelősséget. Akkor, amikor esetleg bedobnék egy fáklyát, vagy füstbombázok, vagy renitenskedek egy stadionon belül, akkor bizony tudomásul veszem azt, hogy ennek vannak következményei, és elfogadom, ha kitiltanak a stadionból, elfogadnám abban az esetben, ha börtönbüntetést mérnének rám, és nem rohangálnék különböző országokhoz segítséget kérve, hogy mentsenek meg az emberi jogaim miatt. És bizony higgyék el, hogy sokkal több futballszurkolók vonnak felelősségre a tetteiért, mint politikusokat. Engem nem lehet azzal vádolni, hogy a jelenlegi kormánynak a szekértolója lennék, hiszen akkor, amikor a Véna szkenner elleni szurkolói tiltakozás volt, nem egyszer kellett a bíróság előtt megjelennem, mert nem értettem egyet azzal, ahogy ezt beszerették volna vezetni, illetve bevezették, és ennek a mai napig is viselem a következményeit, viszont nem rohangálok külföldre, nem kérek segítséget különböző nagykövetségektől, nem rohangálok nemzetközi bírósághoz, hanem elfogadtam azt, hogy én másképpen gondolkodom, mint azok, akik ezeket a szabályokat bevezették. Hogy akkor, amikor igazán segítség lett volna szüksége a szurkolóknak, akkor a mi emberi jogaink senkinek nem számítottak. Senki nem rohangált a mi segítségünkre, nem szólalgattak föl különböző módon a parlamentekben, talán egyszer vagy kétszer volt erre példa, de azok, akik most különböző nemi identitások védelme érdekében rohangálnak különböző bíróságokra, akkor nem szól, bizony vannak olyan emberi jogok, amik ellen úgy látszik, hogy mégiscsak lehet véteni. Azok, akik a párbeszédre hivatkoznak, igenis
példát vehetnének a szurkolókról, mert a magyar szurkoló megvalósította azt a nemzeti minimumot, amit elvárnék egy politikustól is. Mire gondolok? Ezt a műsort, amit itt a Semleges Térfél csatornán csinálunk, a Fürje Szabolcssal, ő Újpest szurkoló, én Ferencváros szurkoló vagyok. Egy normál esetben mi nem is szólnánk egymáshoz, viszont sokkal nagyobb cél érdekében, a magyar labdarúgás előrevitele érdekében igenis baráti viszonyban vagyunk, megpróbálunk egy olyan műsort létrehozni, ahol a különböző csapatok szurkolói igenis egy egészséges párbeszédet folytatnak egymással. Nem is beszélve arról a nemzeti minimumról, amikor egy válogatott mérkőzésre a magyar színekért drukkolunk, akkor félreteszünk minden olyan ellentétet, amit az elmúlt évtizedekben esetleg összeszedtünk. Lehetnek ezek személyes ellentétek, lehetnek esetleg súlyos pofonok, amiket adtam vagy kaptam, de az biztos, hogy ezt nyugodtan átvehetnék tőlünk a politikusaink, hogy amikor egy sokkal szentebb cél érdekében kell fellépni a magyarság érdekében, akkor mi ezt megtesszük. Minden nézeteltérésünket félretesszük, és ami talán a legfontosabb lenne, a politika csinálók mind a két, vagy ki tudja hány oldalon, ahelyett, hogy egymással kontaktálva megpróbálnak ennek az országnak, ennek a nemzetnek az ügyét előrevinni, különböző nemzetközi szervezetekhez járnak ki egymásra panaszkodni, addig a futballszurkolók kőkemény pénzeket fizetnek azért, hogy az országot, illetve a nemzetet hűen képviseljék, biztassák a csapatukat azért, hogy dicsőséget szerezhessenek az ászlónak. És sajnos mi fizetjük meg annak az árát is, amikor az egymásra panaszkodó politikusok nemzetközi viszonylatban rossz hírét viszik ennek az országnak és a nemzetnek. Ezen kellene elgondolkodni, kedves politikacsinálók, hogy vegyetek példát rólunk, szurkolókról, akik létrehozták az igazi nemzeti minimumot. Tehát a mi célunk az, hogy különböző zászlók alatt, különböző klubképviseletek alatt is a szent cél érdekében, a magyar labdarúgás, a magyar nemzet dicsősége érdekében el tudjuk felejteni azokat a napi piszticsári problémákat, ami miatt esetleg haragszunk egymásra, vagy különböző problémáink vannak egymással. Tehát ez lenne a nemzeti minimum, amit kellene tartani, kedves politikusaink. Annyit tudnék mondani, hogy rátok is igaz az, kedves politikusaink, ami a megélhetési futballedzőkre, hogy amíg ti belőle éltek a magyar államból, a magyar nemzetből, a magyar adófizetőkből, addig mi érte élünk. Sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!